az Észak-Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, vagy éppen Kuba, Nicaragua és Siam is szerepel azon hatalmak között, melyek aláírták 1920-ban az első világháborút lezáró békeszerződést. Az eredeti dokumentumot Franciaországban őrzik, a Magyarországon ratifikált eredeti változatot elsőként a Nyíregyházi József András Múzeumban állították ki. Egy kötet az teljes francia szöveg, a másik kötet pedig tükörfordításban franciául és magyarul található. 360 oldalas maga a dokumentum, és az 1921. évi 33. törvényciknek a ratifikált változata, amit maga Horthy Miklós kormányzó úr és Bethlen István miniszterelnök úr írt alá. A trianoni szerződés értelmében az osztrák-magyar monarchia felbomlott, és ennek következményeként Magyarország területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000-re, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. A magyarság harmada, mintegy 3,2 millió ember az új határokon túlra került. A békeszerződés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye későbbi létrejöttére is hatással volt, a régió és Nyíregyháza pedig jelentős gazdasági károkat szenvedett a határváltozások miatt. Nyíregyháza elvesztette a vonzás, a piaci vonzás körzetét, elvesztette a kárpátaljai régiót, elvesztette a Partiumot, ahol a vonatközlekedéssel együtt az emberek is jöttek, mentek, cserélték az árukat, az ipari nyersanyagok is ezen az útvonalon, ezen a két úton futottak be ide Nyíregyházára, most ezt a határ megszakította. A múzeum új kamara kiállításán a két dokumentumon kívül első világháborús emlékek is láthatók, köztük az intézmény idei új szerzeménye, egy korabeli nyíregyházi huszár egyenruhája. A tárlat ezúttal nem egy, hanem két hónapig, november 18-áig látogatható.